Életének 75. évében elhunyt Horváth Andor eszéíró, szerkesztő, műfordító, egyetemi tanár. A hét belső munkatársa volt a világirodalmi rovat szerkesztője. 1975-től 1983-ig főszerkesztő helyettes, majd 1990-ig a művelődésnél dolgozott. 1990. januárjától 1992. szeptemberéig a művelődési minisztérium miniszterhelyettese majd államtitkára. 1990-től a BBT Magyar Irodalomtudományi tanszékének adjunktusa 1997-2011 között egyetemi docens. 1990-ben többet magával megalapította a romániai soros alapítványt. 1995-től 1999-ig a kolozsvári Bolyai Társaság elnöke 1996 óta korunk főszerkesztő helyettese. Számos világirodalmi tárgyú eszét, tanulmánykötet, tankönyv szerzője és társszerzője, igazi transzilván ember, a román-magyar párbeszéd és a kölcsönös tisztelet híve, írja róla Kelemen Hunor. Az RMDS szövetségi elnöke úgy fogalmaz, az erdélyi magyar közösség az egyik legmarkánsabb kiállású személyiségét veszítette el.